Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámjóslás október 3-án. A mai napon fontos a mozgás vagy egy utazás, ezért választottam ezt a képet. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá a 100 forintra annak idején, és mennyire értékes volt ez korábban. A mai napon utazásról van szó, ahogy itt, ezen a képen is látható. Ezek lehetnek döntések, hogyan tovább, melyik irányba. Vagy tényleg egy utazás, egy közös nyaralás, vagy egy nyaralás tervezése. Az is lehet, hogy valaki meglátogat külföldről, és amit még jelenthet az egész világ, és ez utalhat internet kapcsolatokra is. Az a fontos, hogy legyenek döntések, legyen egy új irány, legyenek utazások, legyenek kapcsolatok, kell jelenleg a mozgás. Én már említeni akartam a dósákat. Dósa az energiát jelent. A mai napon van egy kafa dósa, és ez a kafa dósa, ez a kafa energia azt jelenti, hogy meg akarunk tartani valamit, kell a biztonság érzete, olyan visszahúzódóak vagyunk, nincs mozgás, és mivel a napi energia erre az állásra utal, amikor nem mozognak az események, kell az ellentét, kell az, hogy legyen kiegyensúlyozottság, mert így van akkor meg a harmónia. És mivel a kapha dósa nem mozog, így, mint egy kiegyenlítőség, kell a mozgás. És ebben segít a hold energiája jelenleg, szintén a mozgásra utal, hiszen az indiai számítás szerint a hold a nyilas jegyében van, tehát jelenthet utazásokat, külföldi kapcsolatokat, jelenti a mozgást, és így ki tudjuk az energia mezőt egyenlíteni, ami kihat természetesen a mi belsőnkre is. Tehát a mai napon kell a mozgás, az lehet sport, lehet utazás, lehet külföldi kapcsolat is, de ez az utazás jelentheti a belső utat is. Egy lelki utat, vagy lelki kapcsolatokat. Ezek lehetnek kapcsolatok a családból, de ez lehet a lelki társad is, akkor szerelemről van szó, hiszen megvan a kapcsolat köztetek, ő gondol rád, vagy te gondolsz rá, te érzed őt, vagy ő érez téged, sőt, még telepátia is lehetséges, hogy gondolsz rá, és abban a pillanatban jelentkezik nálad. Ezek az utazások, ezek a döntések utalhatnak más irányra is, mint például a hivatásod, ami hív téged, és ezt szeretnéd megvalósítani. Vagy lehet mozgás, ami a fantáziánkat illeti, hogy vannak jó ötletek, vagy tervek, és mivel a mai napon ez a kafa dósa van, ez a kafa energia, ami hasonló a föld elleméhez, akkor most megvan arra a lehetőség, hogy ezeket az ötleteket, terveket megvalósítsuk, de kell hozzá a bizalom, vagy az élet erő,
hogy előre fognak menni a dolgok, hiszen kell a mozgás. Kell ehhez egy irány is. A mai napon fontos az utazás, egy lelki út, azon kívül az ötletek, a tervek, a mozgás, egy új irány, és a gondolat, hogyan tudod mind ezt megvalósítani. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!